Gratulálok, túl vagy a 200-on is. Jól hallottam, hogy kaotikus rajt, ez jellemezte most ezt az előfutamon? Picit igen. Nagyon jó érzés volt, hogy ennyien szurkoltak ma is, és ekkora volt a hangzavar. A rajtnál egyébként ez most egy picit nem megzavar, de én azt hittem, hogy legalábbis a legtöbb indítóbérő ilyenkor felállítja a mezőnyt, hogyha ekkora hangzavar, tényleg azért, hogy a partásig feszült idegekkel abszolút tudjunk fókuszálni arra a rajtpisztolyra, amire aztán el kell indulni. Úgyhogy kicsit meglepett, hogy a stand-up helyett szeretett mondott, de hát ilyen van, úgyhogy utána azt mondja, hogy a rajtam nem sikerült ennek ellenére rosszul, és utána a kanyarban is végighallottam a buzdítást, és elkezdtem mindent beleadni. Szerintem a kanyar kivetelből nem jöttem még ki rosszul, de most még azért inkább vissza szeretném majd nézni a futást, és akkor tudnám jobban kiértékelni, hogy akkor hogyan is nézett ez ki. Belülről úgy éreztem, hogy kifutottam magam, és a célegyenesbe is próbáltam tényleg mindent beleadni. Sajnos ott a vége felé érzékeltem, hogy nem vagyok helyen, úgyhogy ebből nem lesz a jutás. Vagy hát akkor még ezt így nem tudtam, de számolgattam, vagy láttam, érzékeltem, hogy nagy kúval valószínűleg nem. A kis kúsa lett meg, mert nem volt nagyon nagy szerencsénk most a széllel. Közel másfél szembeszélünk volt, ami azért hát nem segíti a futást, úgyhogy én meg még azért nem tartozom azok közé a nagyon erős sprinterek közé, akik nagy szembeszélbe is tudnak jól teljesíteni, vagy hát 23-on belül futni, úgyhogy úgy gondolom, hogy szél nélkül szerintem ez az eredmény egy olyasmi futásnak felel meg, amit terveztem futni, úgyhogy szélről nem nagyon tehetek, igyekeztem körülményekhez adottan mindent beleadni, és abszolút kifutni magam, szerintem ez így sikerült is nagyjából, úgyhogy ebben most ennyi volt. Meséld el nekem, tényleg 18 évesen életed első világbajnokságán itt hazai közönség előtt, rengeteg ember a lelátón, mesélj, ez milyen élmény ennyire fiatalon? Elképesztő nagy dolog az, hogy itt futottam, és tényleg még, amit említetted, még most töltöttem be a 18-at, annak ellenére, hogy ez már papíron felnőtt, és szavazati jogom van, még mindig gyereknek érzem magamat, és tényleg csak pislogok, hogy milyen emberek vannak körülöttem, és hiába próbálok a melegítésemre fókuszálni, hogy hú, oké, zónában vagyok, ilyen emberek vannak körülöttem, és csak így nézek, hogy úristen, ezek mit csinálnak, és hogy Jézusom, mekkora emberek. Szóval hiába nem ez az első nemzetközi versenyen voltam ugye saját EB-ben, meg csapat Európa bajnokságon, azért mégiscsak más, mert világbajnokság, úgyhogy nagyon sok ingert kaptam, amit próbálok emészteni. Igen, tudtál így felszabadultam futni ilyen ingerek közepette? Amúgy tudtam felszabadultam futni, azzal nem is volt probléma, viszont ennek ellenére nem tetszett sajnos a futásom, és egyszerűen nem tudom elmondani, hogy mi volt benne a baj. Nem érzem azt, hogy kizökkentett ez a tömeg, mert érzem azt, hogy sokat dobott rajtam, de inkább úgy mondanám, hogy kezdem érezni, hogy ez egy kicsit fáradok, hiszen végigversenyeztem az egész szezont, hogy összegyűjtsem a pontokat, hogy tudjak itt indulni, hiszen nem szabad kártyával vagyok itt, hanem ugye saját jogomon, ami nagyon nagy dolog amúgy, és tök durva belegondolni, hogyha máshol lenne a VB, akkor is itt lennék, szóval ez nagyon nagy dolog, és nagyon örülök ennek. Igen, főleg úgy, hogy nemrég még úgy volt, nem, hogy talán váltó tartalék leszel ezen a világbajnokságon. Igen, tehát úgy képzeld el, hogy én Izraelbe hajnalban a reptéren tudtam meg, hogy indulok egyénibe is, és igen, hajnalán ott sikítottunk az edzőmmel az izraeli reptére, hogy úristen, gyerekem, futsz a VB-n, és nagyon nehéz volt ezt kezelnem fejbe úgy, hogy oké, most akkor a saját EB-ben van a fókusz, de amit lefutottam, ott döntött, akkor utána már lehet ezzel foglalkozni, szóval nagyon sok ingert kaptam, és úgy érzem, hogy nagyon-nagyon leterhelt az fejbe, de úgy érzem, hogy tudtam a helyén kezelni a dolgokat. Akkor kedvenc számnak megmaradt továbbra is a 100? Abszolút, igen, nem is készülünk a 200 méterre, meg továbbiakban sem fogunk. 100-as pintáig tartom magam én is, meg az edzőm is, meg szerintem nagyon sokan, akik hozzáértők is azt gondolják, hogy inkább a 100 felé kell tendálódnunk. Annak ellenére, hogy a 100-on azért még sűrűbb a mezőny, még nehezebb odaérni a világélmezőnyéhez, de úgy gondolom, hogy mindkettőben lehetne még, vagy van benne még potenciál, akár 200 méter is rá lehetne feküdni, de a személyes kedvencem a 100 méter, és szerintem sokkal többet ér az, hogyha magabiztosabban is, és úgy tudok odaállni felszólultan 100 méterhez, hogy tényleg szeretem azt, amit csinálok, és jól érzem magam a futás közben, az adott pillanatban, hogy különböző stadionokban, más-más szurkoló közönség előtt a világ legjobbjaival futhatok, vagy Európa legjobbjaival adott versenyen, úgyhogy sokkal inkább a 100 marad meg, amit kedvelek, de 200-an is van szeg rajta, hogy fogok állni,
talán mondjuk a jövő évi Európa-bajnokságon, ahova már 100-es és 200-es megvan a szintem, úgyhogy úgy készülünk, hogy egyszer-egyszer odállok, de nem az lesz a fókuszban továbbra sem. Fagyizás mikor férhet bele legközelebb? Úristen, azonnal, amint mindenki nagyon szükségem van rá, abban merítek erőt, és akkor majd nyomjuk a lányokkal a váltót, akár tartaléként, akár rendes lakként. Meglátjuk még, hogy mi lesz és ki milyen állapotban van, de ott vagyunk és nyomjuk.